Köszöntöm a stúdióban Tajti Andreát, a Dom RC Rotary Klub képviseletében, illetve Fekes Tibor elnököt. A következő percekben a klubról fogunk beszélgetni, illetve elsőként azt gondolom, hogy az új elnököt mutassuk be, hiszen nem régiben vetted át az elnöki láncot. Így van, július 1-től vagyok én az elnök, de azt lehet mondani, hogy most szeptembertől kezdődik el úgy igazán a munka. Már hozzáteszem, hogy a mi klubunk egyik fő projektje az nyáron zajlódik, úgyhogy mi nyáron se pihentünk, és hát még elég sok minden vár ránk az év végéig is. Na hát akkor ezt fejtsük ki egy kicsit, tehát milyen terveid vannak a következő egy évre a klubban? Hát inkább most még az év hátralévő részéről beszélnék. Most szeretnénk megrendezni első ízben egy borvacsorát novemberben, amit mártonnapi tematikára építünk föl, és ezen felül az évben lesz még a most már Andira nézek harmadik éve megtartott projektünk, ami a Rókus 2 általános iskola gyerkőceit ajándékozza meg az év végén. Ugye ezek nem csak az ajándékozás, hanem nyilván a borvacsora is jótékonysági célt szolgál. A klubnak milyen kedvezményezettei vannak, tehát kik azok, akiket első körben támogat? A kacsa versennyel most a Vakok és Gyengénlátók Csongrád megyei egyesületét támogattuk. Jelenleg is folyamatban van még a konkrét támogatásnak a lebonyolítása, ugyanis az Annak úti kereszteződést szeretnénk olyan vakbaráttá varázsolni, hogy ezek az emberek minél könnyebben tudjanak ott közlekedni. Ez egyébként a belvárosban hogy is fogalmazzak, a legkritikusabb csomópont az ő számukra. A vacsoránk az igazából mondhatnám, hogy még most alakul, hogy pontosan mit és hogyan is fogunk a bevétellel támogatni kiket. Én azt gondolom, hogy nagyon jó alap lehet mondjuk az évvégi projektünknek a támogatására, ugye a Rókus 2 iskolának a támogatására. A jövő évi projektekre rátérve, ott szeretnénk majd tavasszal még egy nagyobb volumenű projektet behozni, de most erről még nem merek beszélni, mert ez tervezés alatt van. Akkor majd beszélgetünk róla később, viszont ugye itt említés szinten szóba került a kacsafutam, amit már második alkalommal rendezett meg a klub, és azt gondolom ez az, ami az egész várost érinti, hiszen gyakorlatilag az egyik legnagyobb fesztiválunk elős közepén úszik le egy csomó sárga kis műanyag játék a Tiszán. Hogy sikerült ez a rendezvény? Andi, most akkor téged kérdeznek, hiába szeretnéd Tibire áthárítani ezt a feladatot. Jól, azt hiszem, nagyon jól sikerült ez a rendezvény. Nagyon megszerették az első kacsaversenyt, a szegediek ezt mondhatjuk, hiszen nagy érdeklődéssel kísérték a kacsákat, és már augusztusban az Árkádban kerestek minket az értékesítési pontunkon, hogy na, mégiscsak mikortól lehet kacsát vásárolni. Ugyanúgy 5000 gumikacsa úszott, hiszen szerencsénkre most idén nem is vesztettünk a csát, úgyhogy környezettudatosak maradtunk ebből a szempontból. A klub tagjai és az ide érkező cserediákok segítségével mentettük ki a gumikacsákat, és a honlapunkon, illetve a Facebook oldalunkon, a rotarykacsaverseny.hu-n lehet megtekinteni a díjazott kacsáknak a sorszámait, és segíts Tibi, hol lehet átvenni a tombola nyereményeket? A Dunics tér 12 szám alatt a CNT utazási irodában. Egészen szeptember végéig tudják átvenni a nyertesek az őket megillető ajándékokat. Mi a tapasztalat egyébként, hogy mondjuk mennyien jelentkeztek ez ideig a nyereményekért? Tehát mennyire van benne a köztudatban, hogy aki vett kacsajegyet, az utána meg is nézi, hogy vajon nyerte? A lelkesedés az első héten nagy, akkor viszonylag nagy a forgalom. Főleg azok a nyeremények szoktak, amikre vártak az emberek, és ez teljesen mindegy a 150-ből, aki nagyon szeretett volna nyerni, nagyon, nagyon
motivált az ilyen szerencsejátékokban, az már az első héten el szokta vinni, akkor körülbelül a nyeremények fele gazdára talál, és akkor utána néhányan jelentkeznek, és az utolsó héten megint szokott maradni, de minden évben egy 5-6 tárgy azért bent szokott maradni, nem veszi át a gazdája. Mi arra is szoktunk gondolni, hogy ugye sokan érkeznek Szegedre ilyenkor, és akkor más városokból azért nem utaznak vissza, hogy átvegyék a nyereményüket. Úgyhogy elég jó hatékonysággal tudjuk kiosztani a nyereményeket. Beszéljünk még egy kicsit a cserediák programról, ugyanis ez is fontos projektje a klubnak. Milyen lehetőségeik vannak a fiataloknak? A Rotary cserediák program keretében idén is 3 diák érkezett Szegedre. Szidán az Egyesült Államokból, Lukász Kanadából és Omero Mexikóból. Ők a De Ferenc gimnáziumban tanulnak, ott töltik minden napjaikat, és ebben az évben minden hónapban lesz cserediák rendezvényünk, ahol ők bemutatnak valamit abból, amit ők tudnak. Például Szidán egy vlogger, úgyhogy ő erről fog majd előadást tartani, főzni is fognak. Ide várjuk szeretettel a fiatalokat, a szegedi érdeklődőket, illetve október közepéig várjuk azokat a jelentkezőket, akik szeretnének részt venni a cserediák programban. Bármelyik Rotary klubot megkeresik, akkor tudnak csatlakozni a programhoz. 160 országba tudnak a fiatalok utazni. Magyarország leginkább Észak- és Dél-Amerikában van kapcsolattal, de Japán és Tájvan is mindig szerepel az érdeklődők listáján, úgyhogy mindenkit várunk, aki nem töltötte még be a 18-at, és elmúlt 15 éves. Mi kell ehhez? A motiváció leginkább, és hát a szülők részéről egy hatalmas támogatás, aminek van anyagi része is, de leginkább annak a ténye, hogy el kell engedni 10 hónapra a gyerkőcöt úgy, hogy gyakorlatilag a világ másik részén lesz neki anyukája, apukája, valaki más, valaki ismeretlen, és ez talán sokkal nagyobb félelmet jelent a szülőknek.